A távirati iroda az nem klasszikus médium, mint a Magyar Televízió, a Magyar Rádió vagy a Duna Televízió, hanem egy hírügynökségi funkciókat lát be, vagy tölt be. Ezért nem is volt az véletlen, hogy külön törvény rendelkezett és szabályozta a Magyar Távirati Irodának a működését, mert hát hiszen nem lehet ugyanabba a rendszerbe besorolni. Ezért a javaslatunk szerint ki kell venni mindazokat a részeket és a passzusokat, amely lényegében a javaslatokban szereplő irányítási rendszer részévé teszik. Természetesen ennek megfelelően meg kell hagyni az önállóságát és a függetlenségét és a Magyar Távirati Irodának, hogy azt az alapfunkciát be tudja tölteni, amit egyébként a jelenleg fönnálló törvények és szabályzások is megadnak számára, úgyhogy ezzel kapcsolatos egyéb vagyonelvonási és hasonló kérdések is ugyanide tartoznak. Tovább tudnám sorolni egyébként ennek az indokoltságát úgymond szakmailag, de ezt nem fogom megtenni, bár még 4 perc a rendelkezésemre állna. Én azt hiszem, hogy amit leírtunk, az e tekintetben teljesen világos és egyértelmű. Mi kérnénk azt az előterjesztőtől, hogy ezt a logikát fogadják be, és hagyják meg a Magyar Távirati Irodának az önállóságát és függetlenségét, és ne tegyük be testidegenként a közmédiumok egységes irányítási rendszerébe. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket. Elnök úr, köszönöm a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a tisztelt házat, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Lezárom a részletes vitát. Megkérdezem az előterjesztő képviseletében Cserpalkovics András képviselőt. Kíván-e szólni? Igen, kíván. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés képviselő úr által elmondottakra szeretnék néhány szóban reagálni előterjesztőként. Pontosítsuk, tehát ez a javaslat semmiben nem sérti az MT-nek az önállóságát, hiszen az MT önálló marad, de egy önálló non-profit zárt körű részvénytársaság vezérigazgató irányítás alatt. De a vonatkozó Európai Uniós elvekkel ellentétes a mi álláspontunk szerint, hogy egyszerre közszolgálat és piaci szereplő is az MTI. Azt gondoljuk, hogy itt egy kiemelten közszolgálati szerepet kell a hírügynökségnek betölteni, és ebből következően mi továbbra is ezt a koncepciót támogatjuk, úgy érezzük ugyanis, hogy ez az MTI szerepét nemhogy nem csökkenti, hanem megerősíti és növeli a jövőben, amit mi kifejezetten kívánatosnak tartunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. A tisztelt ház, a benyújtott módosító javaslatokról várhatóan a következő ülésünkön fogunk dönteni. Tisztelt országgyűlés, soron következik a választási eljárástól szóló 1997. évi 100. törvény módosításáról szóló országgyűlési törvényjavaslat részletes vitája. Horváth Zsolt Veszprém, fideszes képviselő úr önálló indítványát TPER 371-es számon, a bizottsági ajánlást pedig TPER 371/3 számon kapták és ismerhették meg képviselőtársaim. Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy az Alkotmányügyi Bizottság állásfoglalásának megfelelően a benyújtott módosító javaslatra részletes vita nem nyílik meg, ugyanis a házszabály 142. szakasz 7. pontja, valamint a kapcsolódó állásfoglalás értelmében az olyan módosító javaslatnak, amelyik az előterjesztés egészének elhagyására irányul, nincsen részletes vitája, hiszen a módosító javaslatról határozni sem lehet. A határozat hozatalról várhatóan a következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés! Soron következik az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 99. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. El Simon László és Puskás Imre fideszes képviselő urak önálló indítványát TPER 318-as számon kapták készhez képviselőtársaim. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Puskás Imre képviselő úrnak, a napi rendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm
Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy az előterjesztésemet egy idézet ismertetésével kezdjem. Ezt a szöveget 16 magyarországi nemzetiségi színház képviselői fogalmazták meg ebben az évben, márciusban. Az idézet pedig úgy szól, a nemzetiségi és kisebbségi színházaink éves költségvetése rendkívül szűkös, a működésre fordítható forráskeret elfogadhatatlanul alacsony, a támogatás törvényi és jogi keretei számos anomáliát fednek fel, bár az állami szerepvállalás határozott arculatot kíván mutatni, mégis egyre bizonytalanabb helyzetet teremt. Az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályról szóló 2008. évi 99. törvény figyelmen kívül hagyja a nemzetiségi színjátszás jelenlegi helyzetét, fejlődését nem biztosítja, az ellen van. Méltánytalan anyagi helyzetünk ellenére a nemzetiségi színházak élnek, és erőteljes szakmai munkájuk révén egyre határozottabb fejlődést mutatnak, ezért vált szükségessé a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Egyesület létrehozása. Nos, én azt gondolom, hogy ha a tisztelt ház elé terjesztünk egy törvénytervezetet, illetve egy törvény módosítását, akkor meg kell határoznunk, hogy miért is szükséges ez, miért is szükséges éppen abban a pillanatban. Én azt gondolom, hogy az érintetteknek a véleménye, és mondhatni az összes érintettnek, hiszen ennek a szövetségnek valamennyi érintett társulata a tagja, a legpontosabb okot mutatja számunkra. Vagyis az a finanszírozási mód, amelyet a hatályos törvény biztosít a nemzetiségi, kisebbségi színházak számára, ez a korábbi évek gyakorlatához képest is visszalépés, és valójában a működésüknek, a művészeti tevékenységüknek, a szakmai színvonaluknak a megőrzéséhez, ha nem is kevés, ha nem is lehetetleníti el őket, de egészen biztosan további és minden eddiginél nagyobb összpontosításra, erőfeszítésre és esetlegesen szakmai szempontoknak az alább adására kényszeríti őket. És meggyőződésem, és remélem meggyőződésünk szerint ez nem helyes, és ezt nem akarhatjuk. Mert amikor a nemzetiségi és kisebbségi színjátszásról, nemzetiségi és kisebbségi kultúráról beszélünk, akkor gondolom valamennyiünk számára világos, hogy a magyar kultúra sokszínűségéről, értékeiről, arról a dolgokról beszélünk, amely valamennyiünk számára fontos kell legyen, hiszen amikor Magyarország kultúrájáról beszélünk, akkor ezeknek a színházaknak a tevékenysége is ezt a kultúrát erősíti, és valamennyiünknek azt gondolom, hogy jó érzését, büszkeségét tudja ez növelni. Vagyis amikor ezeknek a színházaknak a támogatásáról gondolkodunk, és esetleg annak a lehetőségét latolgatjuk, hogy jobb anyagi feltételeket kívánunk biztosítani ezeknek a színházaknak, akkor azt gondolom, hogy nem csak egy kisebbségnek az akaratát, nem csak egy kisebbségnek, vagy több kisebbségnek az érdekeit képviseljük, hanem ez a teljes magyar társadalomnak az érdekeinek a képviseletét jelenti. Ezért hoztuk ezt a törvénymódosítást a tisztelt ház elé, ezért született ez a nem hosszú, de azért reméljük, hogy hatásában az érintettek számára mégiscsak fontos és jelentőséggel bíró módosítás. Miről is szólna, miről is mi a tartalma, a lényege ennek a törvénytervezetnek? Most tehát az érintett jogszabálynak azokat a pontjait kívánjuk megváltoztatni, amely besorolásokat tartalmaz ezeknek a színházaknak a bizonyos paraméterek alapján, itt az előadások száma, a saját előadások száma, esetlegesen a nézős számnak az alakulása tekintetében, és olyan fajta eltérést kívánunk ezzel a jogszabályba hozni, amely ezeket a nemzetiségi és kisebbségi színházakat pozitív, ha úgy tetszik, akkor pozitívan diszkriminálnánk őket, és egy jobb helyzetbe tudjuk hozni. Én saját példámon tudom, fenntartó önkormányzat képviselőjeként tudom azt mondani, hogy a Magyarországi Német Színház
amelynek a színház épülete, a székhelye a Tolna megyében Szekszárdon található. Az mindenképpen számunkra, Tolna megyék számára a büszkeségnek egyik forrása. Nekünk az jó, és büszkék vagyunk arra, hogy ott működik a magyarországi németeknek a kőszínháza, viszont azt is tudjuk, hogy ennek a színháznak, és érzékeljük, ennek a színháznak a fenntartása nehezebb lett, nagyobb erőfeszítést igényel az önkormányzatok, most már a fenntartó önkormányzatok részéről, hiszen több éve, ezt is nagyon helyesnek és ha úgy tetszik, a követendőnek tartom, több éve társulási formában történik ennek a színháznak a fenntartása, nem csak a korábban alapítóként fellépő és ezt a színházat létrehozó Tolna megyei önkormányzata fenntartója a színháznak, hanem a magyarországi németek országos önkormányzata is. És ez azt gondolom, hogy pontosan kifejezi azt, hogy a többségi társadalom és egy kisebbségnek az önkormányzati szervezete egy együttműködésben hogyan tudja azt az identitást segíteni és az identitás megőrzésében szerepet vállalni, ami mindenképpen helyes és követendő. Most tehát ennek a színháznak a fenntartása bizony jelentős mértékben nagyobb erőfeszítéseket igényel a fenntartó önkormányzatoktól, hiszen többek között ennek a finanszírozási rendszernek a megváltozása rosszabb költségvetési helyzetbe hozta ezt a színházat is. És ugye a sor az folytatható volna, hiszen még a nemzetiségi színházak körében éppen a Deutsche Bühne Ungarn az, amely a legnagyobbnak számít, és ebből következően még viszonylagosan a legjobb helyzetben kell, hogy legyen. És ezért is van az, hogy ebben a talán nem annyira egyszerű, de azért mégiscsak áttekinthető finanszírozási szisztémában az úgynevezett negyedik kategóriába tud bekerülni, amely azt mutatja, hogy viszonylag komoly előadásszámmal rendelkezik, a nézőszám a befogadó képesség ellenére jelentős nézőszámmal rendelkezik, de éppen ezek azok a paraméterek, amelyeket, hogyha végig gondolunk, hogy esetleg mégis felmerül az elmondottak után is sokakban az a kérdés, hogy miért van szükség arra, hogy egy kisebbségnek a kulturális intézményeit a többségi társadalom így módon pozitív diszkriminációban részesítse. Most tehát többek között azért is, amit elmondtam a kultúránknak az értékeiről, a gyakorlati okai is vannak ennek. Például ez a színház, amely mondom, ebben a körben a nagynak számít, ez a színház egy 80 férőhelyes befogadó képességű színházban működik. Nyilvánvalóan ebből következően a bevételi lehetőségei magának, az előadásnak, a színpadra állításának a lehetőségei azért meglehetősen szűk keretek között mozognak, és hogyha megnézzük a többi ilyen profilű színházat, akkor ezek a lehetőségek még inkább szerényebbek. És ami mellékesen nem, szintén nem lényegtelen szempont, hogy egy-egy olyan kisebbségnek az értékeit próbálják színpadra vinni, ezeket megőrizni, amely kisebbség nyilván önmagában nem képes arra, hogy több tízmilliós nagyságrendű áldozatokat tudjon vállalni egy ilyen színháznak a fenntartása és működése érdekében. Ezért tartjuk fontosnak azt, hogy azzal a fajta nem különösebben mondhatjuk, hogy eltúlzott pozitív hozzáállással, ami ebben a tervezetben szerepel, ezek a színházak tudnának kategóriát lépni a negyedik kategóriában szereplő Deutsche Bühne Ungarn a második kategóriába léphetne, a kisebb, még ennél is kisebb nemzetiségi színházak az ötödik kategóriából a negyedik kategóriába léphetnek, és reményeink szerint ezzel a működésüknek a terheit csökkenteni tudnánk. Reméljük, hogy a következő költségvetés elfogadása, amely nyilvánvalóan a lényeget fogja magában hordozni, hiszen önmagában azok az elvek, azok a paraméterek, amelyeket ez a törvény hoz, a költségvetési törvényben lesznek forintra váltva, és ott dől el, hogy valójában az a fajta pozitív diszkrimináció, amely ennek a törvénymódosításnak az elfogadásával lehetővé